Számos bormintát adtak le, a bukovinai származású kis és nagy termelők a több mint egy évtizedes hagyománnyal rendelkező borversenyre. Ez a 12. országos bukovinai székely borverseny, ez egy hagyomány. Egyrészt azért is alakult ez így ki, hogy egyre több olyan alkalom legyen nekünk a székelyeknek, hogy találkozzunk, ismerkedjünk, és ez most egy kicsit azért más, mert itt szakmai dologról is lesz szó, megmérettetjük magunkat, milyenek a boraink, és hogy hát akkor, ha van valami probléma, akkor meg tudjuk vitatni, ebből nem lesz semmi sértődés, úgyhogy ilyen jelleggel fogalmazódott meg bennünk, hogy ezt igenis tartsuk továbbra is, ezt a jó szokásunkat. Nálunk 2015-ben volt legelőször a borverseny Szekszárdon, most ez a második eset, és mi szekszárdiak úgy gondoltuk, hogy egyrészt a Szekszárd, mint borváros, a szekszárdi borvidék nevezetességét is, hírességét is öregbítsük, és ezzel talán egy kicsit fellendítjük. Ez a borverseny nem részükről nem kereskedelmi marketing fogás, csak ilyen barátkozás, hogy na hát a tiád jobb, vagy az enyém jobb, vagy hát valahogy ilyen székelyesen, hogy össze tudjuk hozni, amink van. Vannak nagy borászaink is, és itt többségében nem is tiltottuk a borversenynél, hogy a nagyborosok vagy a nagyborászok ne jöjjenek, de vannak kis borászaink, aki hobbi szinten van, mit tudom, 100-200 négyszögöl, vagy mit tudom, hány sor szőlője van, és csinál valamennyi bort, tehát azoknak mind itt a helye. Országos versenynek hirdette meg eseményét a szervezet, de egyelőre csak a térség borászai éltek a megmérettetés lehetőségével. 80 borminta várt a zsűrire. 12 borbíró lesz, és ami a legnagyobb örömünkre, hogy meghívtuk a vendéglátó szakiskola diákjait, pontosan 6 diákot kértem, akik felszolgálók, hogy segítsék a borbíráknak a kiszolgálását, tehát a almát aprítanak, sajtot kockáznak, és a borokat ők öntik, meg ők rendezik, úgyhogy gyakoroljanak, és ez egyrészt abból a célból is gondoltuk, hogy ez jó nekünk is, meg talán az iskolának is, mert újabban az a jelzés van országos szinten, hogy nem találják meg a civil szervezetek és az iskolák a kapcsolatot. Hát gondoltam, ez is legyen egy kapcsolatnak a kezdő lépése. Minősítjük a legjobb vörös, vagy a legjobb rozé, a legjobb fehérbor. Újabb bort neveztünk ki, hogy a legjobb bukovinai székelyek országos szövetségének a legjobb bora. Mivel hogy ez a rendezvény, ez egy szövetségi program, és mivel említettem az elején, hogy másodjára rendeztük, mi minden évben valaki más tagegyesület rendezi ezt a borversenyt. A Covid időszak után fontosnak tartják, hogy újra életet lehelyenek ebbe a rendezvénybe, ami a szakmai tanácsok mellett akár barátságokat is szülhet. Szeretnénk megmozgatni nem csak a borvidéki borászokat, hanem ugye ez a bukovinai székelyek borversenye, tehát ezt szeretnénk kibővíteni országosra, vagy akár a határon túlra, és én azt gondolom, hogy ezzel a szorgalmas kis szervezéssel, mintagyűjtéssel, és igenis rájuk telefonálunk és mozgosítjuk a termelőket, hogy ők is tudjanak érvényesülni, vagy a borvidék életében részt venni, vagy a székely közösségben még jobban egy kis pezsgést belevinni. Ez rajtunk is múlik, hogy meg kell őket szólítani, szakmai tanácsok, amik ilyenkor kap akár egy kis termelő, vagy akár egy nagyobb üzem. Tehát ez az az élelmiszeripari ág, amikor mindig tudunk tanulni valami jót. Nagyon szép számmal jöttek borok, túlnyomó többségben kékfrankosok vannak, merlók, kabernék. A fehéreket egy csokorba mondanám, hogy a fehérborok, mert ott a fajta választék megoszlik jobban. Tehát ott a fajtán belül kevesebb a mintaszám, de a gerince a vörösborok közül azért az itt van. Igen, akár a nagyüzemtől, akár a kistermelőktől. Rozékkal ugyanez a helyzet, hogy elég szép számmal 20 felül kaptunk mintát. A jó bor mögött a minőségi szőlőn kívül számos összetevő rejtőzik. Bizonyos szabályok, meg tanulhatóak, azok azért irányítják az embert, ahogy ugye a kóstolási sorrendben is benne van a szín, tisztaság,
az illat, annak az intenzitása, a finomság, a fajtára jellemzősége, aztán ízben is a megfelelő hibamentes, ugye, mert hát sajnos azért elég sok hibával, a hordótól kezdve az erjedési hibákkal és a kezelési problémákkal is találkozunk, és a végén a legfontosabb szerintem, azt úgy hívjuk, hogy özbenyomás, amikor lenyeli az ember a bort, és az orrán kifújja egy kicsit a levegőt, és akkor egy kellemes utóíz jelenik meg, ez hosszabban vagy rövidebben, intenzívebben vagy kevésbé intenzíven, szóval hál' Istennek nagyon sok olyan tanulható szempont van, amit úgy gondolom, hogy minden borkóstoló egy idő után elsajátít, és hát akkor jön a legjobb, a tapasztalat, ugye szoktam viccesen mondani, hogy én 55 éve próbálkozom, de még nem sikerült teljes mértékben elsajátítanom, de örömmel teszem, és egyben élmény is, mert aki nem szereti ezt csinálni, úgy szoktam mondani, hogy utálkozva nem lehet bort kóstolni. Tehát azt szeretni kell, érdekelje az embert, megfelelő szakmai benyomások legyenek, és hát természetesen minden évjárat más, nagyon színes, nem lehet megunni, nincs két egyforma borkóstoló, tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek úgy gondolom, hogy segítik az embert abba, hogy szeresse ezt a szép szakmát. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Szekszárdi Főiskola éttermében április 29-én, szombaton 17 órai kezdettel kerül sor.